Nagy a tudatlanság a szerb fiatalok körében a 90-es évek délszláv háborújával, illetve a Szerbia és a NATO közötti konfliktussal kapcsolatban. Az ifjúsági kezdeményezés az emberi jogokért civil szervezet által kiadott tanulmány szerint. A fiatal szerbek 50%-a semmit nem tud ezekről a háborúkról. Négyből egy úgy gondolja, hogy a nyugat, azaz a NATO és az EU a felelős, míg további négyből egy hibáztatja Szerbia, Horvátország és Bosznia akkori vezetőit. A civil szervezet részéről Marko Milosavljevic azt mondja, a tudatlanság mellett a fiatalokat nagyfogú elfogultság és nacionalista szemlélet jellemzi a 90-es évek eseményeivel kapcsolatban. Arra a kérdésre például, hogy történt-e népírtás Srebrenicában, a fiatal válaszadók 38%-a igennel, 28%-a nemmel válaszolt, egyharmaduk pedig azt mondta, hogy nem tud erről eleget. A Hágai Nemzetközi Bíróságról a válaszadók kétharmada úgy gondolja, hogy az csak egy politikai indítatású bíróság. A fiatalok szükségét érzik, hogy történelem órákon beszéljenek ezekről a dolgokról. A legtöbbször azonban ez nem lehetséges, ezért a szüleikkel folytatott beszélgetéseikből, vagy a médiában keringő diskurzusok alapján alakítják ki véleményüket, mondja a Szerb Nemzeti Ifjúsági Tanács képviseletében Miljana Pešić. Szerbia és Koszovó kapcsolatáról a válaszadók egyharmada azt mondta, hogy nem szabad elismerni Koszovó függetlenségét, és csak kevesebb, mint 7%-uk gondolja úgy, hogy el kellene ismerni azt.